Üdvözölte a világon bárhol élő magyarokat, Viorika Döncsil a kormány fő március 15-e alkalmából. Klaus Johannis államfő ugyanakkor ezt a gesztust nem tartotta fontosnak megtenni. Üdvözletet fogalmazott meg, és a prefektúrák intézményének közvetítésével eljuttatott az ünneplő magyar közösségnek Viorika Döncsil Románia miniszterelnöke. A kormányfő az üdvözletében ezt írja. A világban bárhol élő magyaroknak a saját és Románia kormányának üdvözletét tolmácsolom ezen a magyar közösség számára rendkívüli jelentőséggel bíró napon. A nemzeti kisebbségek etnikai és kulturális önazonosságának támogatása és védelme Románia kormányát, és az ebben az időszakban általunk betöltött soros elnökséget az Európai Unió tanácsában állandó jelleggel foglalkoztatja. A miniszterelnök szerint az egység a sokszínűségben az európai berendezkedés egyik alapvető pillére. Románia kisebbségei pedig az idő folyamán bizonyították, hogy egyetértésben tudnak együtt élni a többségi nemzettel. Úgy értékelte, hogy az az előírás, amely garantálja a kisebbségi szervezetek parlamenti képviseletét, a normalitás jele, és szerinte Románia modellértékű, ami a kisebbségekkel való bánásmódot illeti. Ugyanakkor a kisebbségi gyökerekkel rendelkező államfő az idén sem tartotta fontosnak, hogy bármit is üzenjen az ünneplő magyarságnak. Ő az első román államfő a rendszerváltás óta, aki hivatalba lépése óta következetesen levegőnek tekinti a romániai magyar közösséget, és néma marad március 15-én. A román politikai pártok közül az úszéré magyar nyelvű Facebook bejegyzést tett közzé. A mai nap üdvözöljük magyar barátainkat, és arra buzdítjuk őket, hogy együtt építsünk egy modern, bűnözők és közpénzrablás nélküli Romániát. Nemzeti ünnepeink és szimbólumaink azonos tiszteletben részesítése az ország sokszínűségéről tanúskodhat. Románia magáénak vallja a román, magyar és más nemzetiségű állampolgárait is. A kölcsönös bizalmatlanság és az egymás iránti tisztelet hiánya pedig a múltékel maradjon, írják. Az üzenet egyetlen szépség hibája, hogy a velük szövetséges Dácsián Csólos volt miniszterelnök éppen Csíkszeredában fejtegette néhány napja, hogy az autonómia kérdése nem lehet aktuális.